Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk, és folytatjuk a bevezetés a programozásba tárgyat. Elmaradásunk van, részben a mai alkalommal ezt fogjuk pótolni, ugyanis a negyedik fejezetből még hiányzik a vektorok rész, tehát a 4.6-os alfejezet tulajdonképpen, amit mindenképp meg kell néznünk, és mindenképp be kell vezetnünk a vektort, mint adatszerkezetet. Úgyhogy ez fog most történni. Mi is ez a vektor? Látjuk, hogy alapvetően a programunkban adatokkal szeretnénk dolgozni, és jó lenne valamilyen adatszerkezetet használni. Most csak egy nagyon elrugaszkodott és fura példa, gondoljatok bele, hogy mondjuk van 10.000 hőmérsékleti adatotok, valamilyen mérőállomásról gyűjtötök hőmérsékleti adatokat, és azt szeretnétek kielemezni valamilyen formába, vagy egy kis grafikont kirajzolni róla, hogy volt. Ugye azért sok szájton lehet ilyeneket látni, hogy adott mérőműszernek, hogy adott napon milyen hőmérséklet voltak, és akkor olyan szép görbéket lehet látni. Na most nyilván itt azért sok megközelítés lehet, amilyen nagyon rossz, tehát nyilván 10.000 double-ről beszélünk, tehát nem fogsz 10.000 double-t fölvenni így külön-külön, hanem valamilyen rendszerben kell ezt szervezni, valahogy szervezni kell ezeket az adatokat. És nyilván ez azért implikálja azt, hogy kell valami olyan adatszerkezet, amiben ezeket tudod úgymond tárolni, hozzá tudsz adni, ki tudsz belőle venni, és sok más egyéb dolgot tudsz csinálni, ezeket meg fogjuk most nézni, egy részét legalábbis. Most nyilván nagyon sokféle adatszerkezet van, alapvetően ez a vektor, ez tényleg egy ilyen nagyon alap adatszerkezet, az esetek többségében egyébként ezt használjuk, nagyon komoly indok kell ahhoz, hogyha nem ezt akarod használni, nyilván előfordul az olyan. Később majd erről lesz szó, hát progedjem talán, hogy az egyes ilyen adott szerkezeteknek a hatékonysága, meg ilyesmi, ebben most nem akarok belemenni, tényleg csak nézzük meg ezt az egyszerű kis vektort. Ezt a példát hamarosan megnézzük, viszont előtte pillancsunk már rá, hogy valami ilyesmire kell itt alapvetően gondolni. Hogyha látjátok ezt a kis Móriczka rajzot, ugye látjuk, hogy itt van ez a V-nemű vektorunk, ez most tartalmaz 5 elemet. Jó, hát itt van ez a 1, 4, 2, 3, 5. Hát valószínű ez egy ilyen integer típusú vektor, tehát egy olyan vektor, ami integer típusú elemeket, integer típusú változókat, objektumokat fog tárolni. És akkor valahogy így néz neki ez a memóriában ilyen nagyon, nagyon felskiccelve. Ami a lényeg, az itt van igazából, hogy látjuk azt, hogy ez a memóriában elemek így szépen egymás után rendezve. Jó. Tehát van nekünk egy integerünk, utána rögtön egy másik integer, és így tovább. Hát ebben a konkrét esetben most ez egy ötelemű integer vektor. Jó. Na most az, hogy ez itt mit jelent, arról meg ez a nyilacska, meg hogy ez itt pontosan mi, erről később részletesen fogunk beszélni, nagyon részletesen fogunk beszélni, ugyanis a fél második felében meg fogunk írni egy ilyen egyszerű kis vektor adatszerkezetet, ami nagyon-nagyon fog hasonlítani arra a vektorra, ami a standard library-be is van, tehát amit majd a valóságban is fogtok használni. Nyilván nem azért, mert hogy mi okosabbak vagyunk, és majd megírjuk jobban, hanem egy csomó programozási fogalom, meg memóriakezelési fogalom jön ott elő. Szóval egyelőre ezt most engedjük el. Maradjunk annyiba, hogy itt van egy ilyen hát elemek egymás utánja a memóriába, illetve van nekünk egy ilyen méret, tehát egy ilyen plusz info, hogy éppen aktuálisan hány elemet tárolunk ebbe a vektorba. Sok más egyéb info is van, ez talán az egyik ilyen legalapabb, hogy ezt tudjuk és nyilván tudjuk tartani. Később ez nagyon fontos lesz. Jó. Kori közben kérdezi, hogy a vektor tehát tömb? Nem. Jó. Belül itt ez egy tömb, de van fölötte egy absztrakció, erről majd fogunk beszélni tényleg a második részben, a fél év második felében részletesen. Jó? Oké, és tehát ez egy kicsivel több, mint az alaptömb, amit esetleg eddig korábban használtatok, akár C-ben, vagy akár más nyelveken. Jó. Na, de beszélj helyettünk a programkód, hiszen ez a legfontosabb. Kezdjük is el programozni, és írjunk egy egyszerű kis
Hát igazából csak én kis példákat, hogy egy ilyen vektor hogyan is működik. Mentsük is el. Hol vagyunk? Hát ide. Legyen ez simán vektor 1. Jó. Oké, és hát kezdjük a szokásos include-dal. Ez már tényleg ilyen alap boilerplate. Oké, és jó, nyilván egy main függvénybe írjuk, mert hát hova. Na, és akkor hát hogyan készítünk egy vektort? Leírjuk, hogy vektor. Itt a kacsacsőrök között megmondjuk, hogy milyen típusú elemeket szeretnénk a vektorba tárolni, adunk neki egy nevet. Na, hát ez egy tényleg nagyon egyszerű kis dolog, ez ilyen alap, ezzel azt csináltuk, hogy deklaráltunk egy V nevű vektort, ami vektor integereket fog tárolni. Most nekünk lehetőségünk van ugye egy vektort is inicializálni, tehát nyugodtan adhatunk neki kezdőértéket. Itt akkor annyit tudunk csinálni, hogy egyenlőségjel után szépen így kapcsolzárójelek között felsoroljuk, hogy milyen elemeket szeretnénk beletenni, és akkor ezzel tulajdonképpen már meg is mondjuk azt, hogy ez most konkrétan egy hat elemű integer tárolására alkalmas vektor lesz, amiben ez a hat elem lesz benne. Na, szuper. De mit tudunk ezzel a vektorral csinálni? Ugye nyilván itt ami ilyen triviális dolog, hogy írjuk ki az elemeit, hát erre használjunk egy for ciklust, mert hát ugye nyilván amit ugye hivatalosan ma, de egyébként szombaton megtanultunk, azt most már alkalmazzuk is. Nyilván minden elemét ki akarjuk írni, ezért nyilván szépen minden egyes elemén végigmegyünk, már is magyarázom, hogy ez itt most mit is jelent. És tényleg itt csak annyit csinálunk, hogy a cout-ra kinyomjuk a v-vektornak az i-edik elemét. Jó, meg dobunk utána egy új sort, csak hogy szépen egymás alatt lássuk. Jó, na térjünk vissza egy nullával, ugye mert hogy a mainből lépjünk ki. Mit látunk itt? Ugye nyilván ez csak egy sima segédváltozó, semmi különös. Ugye ez lesz az, ami majd vezéli nekünk ezt a kis kiírást, illetve ezt a kis ciklust. Nullától megyünk, ugye nagyon fontos, a vektorok, tömbök, meg úgy általában minden ilyen adatszerkezetnek az indexelése az nullától indul. Tehát az első elemtől az utolsóig akarom kiírni, akkor a nulladik elemre kell először hivatkozni, de ezt majd itt mindjárt megnézzük. Itt szépen azt mondjuk meg, hogy hogy menjünk végig. Ugye ez a függvényhívás, ugye azt mondja meg, hogy a V-nek mekkora az éppen aktuális mérete. Tehát hány elem van a vektorunkba. Ugye? Amit az előbb is mutattam, csak gyorsan fölvillantom itt ezt a kis ábrát. Ugye látjuk, hogy ezzel a size függvénnyel azt tudjuk elkérni, hogy éppen aktuálisan hány elem van a vektorunkba. Látjuk, hogy itt ez egy ötelemű vektor, de nekünk itt most konkrétan egy hatelemű vektorunk van. Tehát mit fog ez jelenteni? Azt fogja jelenteni, hogy menjünk a nulladik elemtől egészen addig, amíg ez az i kisebb, mint 6. Ez nagyon fontos, hogy amíg kisebb, mint 6. És szépen egyesével, tehát minden egyes elemet írjunk ki. Okés. Na de hogy hol használjuk az i-t? Hát itt használjuk az i-t, ugyanis egy vektornak, vagy bármilyen, hát nem bármilyen, de sok adatszerkezetnek úgy tudjuk az elemeit elkérni, hogy ezzel a subscriptet a szögletes zárójel operátorral, csak kinyögöm. Jó, tehát a subscript operátorral tudjuk elkérni a adott elemnek az értékét. Jó, hát itt most ezeket az értékeket fogja jelenteni, ugye mert ezek itt sima integerek. Ugye a v i-edik eleme, az a vektor i-edik eleme lesz, és akkor nyilván sorba. Ugye először el fogjuk kérni a nulladik elemet, ami ugye 5, aztán növeljük egyel ugye a ciklust, utána elkérjük a második elemet, az a 7, majd 9, 4, és így tovább szépen megyünk. Legalábbis ez a terv, de nézzük meg, hogy működik-e. Fordítsuk le. Jó, ez mindig biztató, hogy lefordul a programunk.
lefuttatjuk. Na és akkor látjuk, hogy itt szépen kiírja nekünk az elemeket. Szépen egymás után sorba, ugye új sorral elválasztva, hiszen ezt kértük. Jó, hát ide nyomhatnánk szóközt is, meg bármit, az már részletkérdés. Ami lényeg az itt van, hogy a V-vektorunknak az i-edik elemét tudjuk így kiírni. Nyilván nem csak integereket tudunk itt tárolni, hanem tudunk tárolni stringeket is, miért is ne tudnánk. A könyvbeli példa alapján megyek. Ott a szerző filozófusokat sorolt föl. Hát, soroljunk fel filozófusokat. Hát, igyekszem azokat, amit a könyvben is megtaláltok, de ha esetleg eltérés van, akkor szóljatok. Jó. Hát, tulajdonképpen itt megint ugyanaz történik, mint az imént. Csak itt ugye nyilván nem integereket fogunk beírni, hanem már konkrét ilyen kis stringeket. Jó, tehát ilyen szavakat fogunk itt szépen felsorolni. Ugye itt lehetnének mondatok is, tehát teljesen mindegy. Itt most csak a példa kedvéért ezeket soroljuk föl. Jó, tehát látjuk, hogy string típusú vektor, és itt szépen stringeket sorolunk föl. Okés. Na, hát ezeket is ki tudjuk írni, de most egy kicsit tekerjünk a történeten, hiszen ha ugye itt mindet kiírjuk, ez egy picit talán bonyolultabb, van egy kicsit egyszerűbb megfogalmazása ennek. Ez pedig a úgynevezett range for ciklus, és akkor ezzel is tanulunk valami újat. Hát itt most ugye kell egy olyan, hogy melyik változóba akarjuk kitenni az egyes elemeket, illetve azt kell megmondanunk, hogy melyik vektoron akarunk végigmenni. Jó? Tehát mit csinál ez? Megmondjuk, hogy ezen a vektoron akarunk végigmenni, itt más adatszerkezetek is jók, itt most mélységeiben nem akarok belemenni, van olyan videóm, ami egyébként arról szól, hogy ezek a range for ciklusok hogy működnek, meg miért működnek, majd belinkelem ide a videóra, hogyha fölteszem YouTube-ra. Jó? És ez pedig azt mondja meg, hogy mi legyen az a statement scope változó, amibe szépen egyesével kimásoljuk ezeket az elemeket. Jó? És akkor innentől kezdve már azt tudjuk mondani, hogy a cout-ra ezeket, ezt a változót írja ki tulajdonképpen. Remélhetőleg, ha jól dolgoztunk, de nézzük meg ezt is, és akkor még egyszer megnézzük, átbeszéljük. Jó, fordítsuk, futtassuk. Oké, és itt szépen ki is írta nekünk a három filozófusnak a nevét. Jó, tehát akkor még egyszer mi történik? Ugye látjuk azt, hogy tehát itt a kettős pont után meg kell adnunk azt, hogy mi a vektor, vagy mi az adatszerkezet neve, amin végig akarunk menni. Ezen az adatszerkezeten szépen egyesével végig fog menni. Ezeket a stringeket, ami az adatszerkezetben van, szépen egyesével bemásolja ebbe az objektumba. Majd ennek az objektumnak a tartalmát itt szépen kiírja. De nyilván ez már triviális, ez már gyakorlatilag ugyanaz, mint bármilyen másik kiírás. Jó, ezt szoktuk használni akkor, amikor az egész vektoron végig akarunk menni, szépen egyesével. Talán ez egy picit olyan tömörebb, egyszerű megfogalmazás, csak mondanám, hogy ilyet is lehet nyugodtan használni. Oké, és rendben van. Na, ami egy apró megjegyzés, csak egy pici soft hack, hogy itt ezt nyugodtan lehet már használni, tehát ilyen autó típust, és akkor ezzel már stringet nem kell kiírni. Később ez egyébként hasznos lesz, amikor ilyen hosszabb változó neveitek lesznek, vagy típus neveit, típus azonosítótok lesz, akkor ezt érdemes így használni. Jó, de most csak megmutatom, lássatok ilyet is. Oké, és na. Rendben van. Jó, megyünk tovább, és akkor nézzünk még meg pár dolgot. Ugye nyilván mondtam azt, hogy egy vektort lehet simán üresre is állítani, és akkor egy üres integer vektorunk lesz, de most inkább csináljunk double-t, csak hogy lássuk, hogy nyilván erre is működik. És adjunk neki egy nevet, dv, mondjuk double values, teljesen mindegy. De ilyen nem, csak ugye itt tulajdonképpen most az van, hogy
erre ezt a vektort nekünk valahogy fel kell tölteni. Hát van egy üres vektorunk, azzal sokra nem megyünk, elemeket be kell belehelyeznünk. Na, és hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát a DV-nek van egy ilyen függvénye, hogy pushback, és itt meg tudunk adni egy valamilyen értéket, és akkor ez azt fogja csinálni, hogy a vektorunkba, hát nyilván amíg üres, beleteszi ezt a értéket, ezt a 2,7 értéket szépen bele fogja tenni. Ha még egyszer megcsináljuk ezt, tehát megint hívjuk a pushbacket, mondjuk most valami más értékre, akkor azt fogja csinálni, hogy a vektorunk végéhez hozzáfűzi ezt az elemet. Ilyen szépen viszonylag egyszerű a dolog, tehát a következő elem értékét beállítja 5,6-ra. Jó, tehát megint csinálhatjuk, és ezt csinálhatjuk akár holnap reggelig. Ez itt szépen fogja tölteni a mi kis vektorunkat. Jó. Na most, ugye pár ilyen dolog, csak hogy nézzük meg a size-ot is. Ugye nyilván itt ki tudjuk írni simán a vektorunknak a méretét is. Hát csináljuk már meg szépre. Vector size. Jó, ide dobunk egy új sort. Jó, és hát kérdezzük le, miután megtöltöttük akkor is. Jó, illetve nyomjunk egy olyat, hogy írjuk ki ismét ezzel a for each ciklussal, range for ciklussal pontosabban. Csak most ugye a DV-t. Így van. Na lássuk, hogy működik-e. Lefordul és lefut. Oké, és na. És akkor mit látunk? Ugye látjuk, hogy csináltunk egy üres vektort, lekérdeztük a méretét, hát ez most nulla. Nyilván, mert üres vektor, nulla eleme van. Jó, tehát ez egy teljesen rendben jó dolog. Látjuk, hogy itt bedobtunk három elemet, lekérdeztük újra a méretet, és akkor most már három. Tök jó, mert ezt várjuk, rendben van, rendben jól működik. Majd itt megint ezzel a kis for each, bocsánat, range for ciklussal ismét kiírjuk a három értéket. Jó. Ez megint csak ugyanúgy működik, mint az imént. Ugye megint van ugye a adatszerkezetünk, amin végig kell mennünk. Ugye jelenleg ez a DV nevű vektor. Meg van neki egy, igen, aminek van ugye most jelenleg három eleme. Na most ezen szépen egyesével végigmegyünk, és minden egyes elemet bemásolunk ebbe a number objektumba. Hát itt az most ugye double lesz, itt ugye az autótípus ugye double-re fog ebbe az esetbe képeződni, és itt szépen egyesével kiírjuk ezeket a értékeket. Jó, rendben van. Jó, rápillantok a diasorra, mert ezt most akkor nézzük is meg, hogy tényleg grafikusan hogy néz ki ez a dolog. Látjuk, hogy van nekünk itt ez a V nevű vektorunk, ugyanúgy, ahogy az imént is, egy üres állapotból kezdtük, V nevű, ugye integereket tartalmazó vektor, tehát integereket fog tárolni. Jó, hát alapban valami ilyesmi féleképpen néz ki a memóriából, ugye látjuk, hogy itt van a nulla érték, amit az imént mi is lekérdeztünk, meg nyilván itt alapban nincs semmi, minek legyen itt, tehát nincs itt a memóriában semmi. Tulajdonképpen így is fogalmazhatunk. Na most meghívjuk ezt a pushback függvényt, ugye az egyet átadjuk paraméterül, tehát hogy az egy értéket tegye be a vektorunkba, és akkor úgy ide létrejön egy ilyen kis elem, itt a memóriában ez lefoglalódik, és beírjuk ezt a kis értéket, nyilakra majd később visszatérünk, hogy mit jelent, illetve beírjuk a méretét, hogy ez konkrétan most egy elemet tartalmaz. Jó. Aztán jön a pushback 4, ugye látjuk, hogy itt a végére fogja, végéhez fogja hozzáfűzni az új elemet, aminek 4 az értéke, és növeljük a éppen aktuális elemek számát 2-re. Majd ezt megcsináljuk a 3-mal is, és akkor itt látjuk szépen.
Jó. Olyat tudunk még csinálni, hogy itt tudunk konkrét elemre is hivatkozni. Jó. Tehát nyilván nem csak így ilyen ijedik el, tehát nem csak így tudunk ijedik elemre, hanem tudunk olyat is, hogy mondjuk írjuk ki a dv vektorunknak a mondjuk az egyes számú elemét, ami ugye a második elem. Jó. Tehát így tudunk hivatkozni konkrét elemre is. Nyilván, hogyha ijedikre tudunk, akkor konkrétra is. Oké, és akkor látjuk, hogy itt kiírja nekünk az 5,6-ot, ami a második elem, de hát mivel nullától indul a számozás, ezért ez az 1 lesz. Mondom, legyen egyelőre elég, hogy egy vektor T az egy T típusú elemek sorozatát tárolja. Jó? És akkor valami ilyesmit kell elképzelni a memóriába, ha ezt így vizuálisan elképzelitek magatok elé, akkor szerintem úgy egyelőre ez elég is. És akkor nyilván így a elemekre hogy kell hivatkozni, illetve hogy van egy ilyen kis segédinfo, hogy éppen aktuálisan mekkora. Tehát hány elemet tárolunk ebbe a vektorba. Pár ilyen kis példán keresztül megnézzük, hogy mit tudunk így a vektorokkal kezdeni, meg tényleg gyakoroljuk azt, amit eddig megtanultunk. Jó. Na, úgyhogy készítsünk egy vektort, nyilván double típusú lesz, mert ugye a hőmérséklet az lehet nem egész is. Persze kérdés mindig az, hogy mire akarjuk használni, de most legyen ilyen double típusú. És akkor csináljuk azt, hogy olvassunk be értékeket. Így van, olvassunk be egyesével értékeket. Egy ilyen kis for ciklussal, csak hogy lássunk ilyet is. Kicsit bonyolítom a dolgot. És ezt a, mit beolvasunk, ezt szépen helyezzük el a vektorunkba. Jó. Mit csinálunk itt? Látjuk, hogy ez egy for ciklus, tehát valameddig futni fog. Hát, de ugye meddig fog futni? Na most, ugye látjuk azt, hogy van egy ilyen statement scope változónk, tehát ebbe fogjuk majd tárolni azt, amit beolvasunk, illetve ez pedig a feltétel. Hát, de hát ez hogy feltétel? Hogy lehet ez feltétel? Egyelőre csak annyit mondanék, később ezt is meg fogjuk nézni pontosabban, hogy ez a kifejezés egy hamissal fog visszatérni akkor, ha olyan elemet olvasunk be, ami nem konvertálható ennek az objektumnak a típusára. Általános pánik. Jó, itt most konkrét esetben ez mit jelent? Egészen addig fog futni ez a ciklus, és egészen addig lesz igaz ez a kifejezés, amíg double típusú értékeket olvasunk be. Jó, tehát ha beolvasunk egy stringet, mondjuk egy O betűt, vagy egy valami mást, akkor ez meg fog állni. Jó? Tehát ez a kifejezés hamis lesz, és meg fog állni a ciklusunk. Jó? Így van, I'm Samhell, ha beírod, hogy kis cica, akkor hamis, és szépen meg fog állni a ciklusunk, tehát ki fog, tehát false lesz ez a kifejezés, és ki fog lépni a ciklusból. Jó. Na most innentől kezdve ide nem is kell igazából semmi, mert nyilván már megvan a vezérlésünk is, hogy ez hogyan fog zajlani. Jó, tehát ezt így szépen üresen hagyhatjuk. Ide ugye vagy ilyen plusz it, vagy valami ilyesmit írunk, ez ide most nem kell. Oké is. Mi a különbség a push és a pushback között? Az, hogy a push nem létezik. Oké, köszönöm a kérdést. Jó, na, tehát így akkor beolvasunk hőmérsékleti értékeket. Hát írjuk is ki. Totemtems, és szépen írjuk ki, csak egy ilyen önellenőrzés jelleggel, hogy működik-e. Remélem működik. Na, fordítsuk. Nem a vektort, hanem a temszet. Igen, de nem a tempre hívjuk, hanem a temszre. Elnézést, már este van, és ilyenkor előfordul a hiba, és nem a temszet tesszük be, hanem a tempet. Elnézéseteket kérem.
Igen, az esti programozás az mindig rejt magával gyönyörűségeket. Na és akkor futtassuk, és akkor itt írjunk be értékeket, nem túl beszédes a programunk. Jó, és akkor beírunk valami mást. Kis cica, és a program kilép. Pontosabban kilépünk a ciklusból, és kiírjuk az értékeket, amit beolvastunk. Hát, egészen pontosan valami ilyesmit szerettünk volna. Srácok, nagyon örülök, hogy írjátok a chatbe a jó választ. Szuper, szuper. Jani, Márk, Dark Miklós, szuper, szuper. Nagyon jó, örülök neki. Oké, és rendben van. Jó, jó, jó. Na, és akkor tulajdonképpen alapvetően egy alapműködéssel már megvagyunk. Nyilván itt lehet neki is üzenet, hogy írd be egy hőmérsékleti értéket, ilyesmi. Ezt majd ti kicsinosítjátok, szerintem a Drigebe van ilyen hasonló feladat. Kell majd ezzel egy picit foglalkozni. Jó? De egyébként az első lépés megvan. Na és akkor mit tudunk ezzel csinálni? Számoljuk most ki ennek az átlagát. Na most hogy számolunk átlagot? Summa per ugye az elemek száma. Nyilván ezt már tanultátok középiskolába, úgyhogy első körbe nyomjunk egy szummát. Azt pedig nagyon egyszerűen tudjuk, megint használjuk ezt a kis for each, bocsánat, range for ciklust, most már oda fogok figyelni, hogy ez range for, és legyen ez a kis összegzés, ugye ez a plusz egyenlő operátora, tehát hogy mindig szépen hozzáadogatjuk a tempet ehhez a szumhoz. Hát így kell szummát számolni, és akkor csináljunk annyit, hogy ezt osszuk is el a elemszámmal, de rögtön már vonjuk össze a kiírással is, tehát average temp, és csináljunk egy olyat, hogy sum per, tehát ugye a sum osztva a temp.size-al. Miért? Mert az elemszámmal kell osztanunk, ugyanis ebbe a vektorba pontosan annyi elem lesz, amennyit beolvastunk. Jó, tehát szépen annyit. Annyival kell osztanunk, ahány elemünk van. Oké is. Na, nézzük meg, hogy jó-e. Megint számolgassunk egy kicsit. Hát, írjunk be 5-öt. Mindegy amúgy. Jó, hát. És egy ilyen jellel válasszuk el. Na, itt van nekünk 5 értékünk, kiírja az 5 értéket, illetve az átlagot. Hát így első sanda ránézésre ez jónak tűnik, de hát ilyenkor hívjuk segítségül. Ugye, mivel hogy mérnökök vagyunk, nem pedig fejszámoló művészek, nézzük, hogy jól dolgoztunk-e. Egyébként a pontot ütöm le, csak a magyar beállítás miatt mindig veszőt ír. Jó, ez 141, osszuk el 5-tel, 28,2. Tehát jól dolgoztunk. Számoljunk mondjuk mediánt. Na most hogyan kell mediánt számolni? Hát mondjuk azt nagyon nem kell számolni. Ugye azt szoktunk mondani, hogy a medián az a középső elemnek az értéke. Tehát ugye sorba rendezzük, és a középső elem a medián. Sorba kell rendeznünk az elemeket, és a középsőt kellene nekünk kiválasztani. Na most először nézzük meg a kiírást. Ugye van nekünk egy ilyen, hogy medián, tehát medián temp kell, és a temnek a középső eleme, hát ugye hogyan hivatkozunk elemre, ugye beszéltük, hogy így a szögletes zárójelek között, de ugye nagyon egyszerű, mert itt egyrészt el kell kérnünk a méretet, és azt el kell osztanunk 2-vel. Jó? Tehát egy ötelemű vektornál elosztjuk 2-vel, hát az ugye 2, tehát azért nyilván nem tökéletes a dolog. Ugye, ha páros számú elem, akkor ez akkor fog igazán jól működni. Páratlan számúnál mondjuk csináltunk olyat, hogy hozzáadunk egyet. Jó. Egyébként a könyvben van erre egy feladat is, nem a drilleknél.
Ezt esetleg kihekkelheti, aki gondolja. Most egyelőre legyen ennyi elég. Jó? Tehát ez lenne a medián hőmérséklet, vagy a középső elem. De hát ugye először ezt sorba kell rendezni. Azt még nagyon egyszerűen tudjuk, ugyanis van egy ilyen sort nevű függvényünk, ami sorba rendezi. Nézzük meg, hogy működik-e. A program lefordul, és le is fut. Úgyhogy akkor írjunk be pár értéket. Most megpróbálom úgy, hogy össze-vissza legyen. 1,2, 9,6, 20,8, meg mondjuk még egyet, teljesen mindegy, mondjuk 101,2. Na, és akkor nézzük meg. Jó, hát egyrészt kiszámolta az átlagot, azt most újra nem ellenőrzöm le, mert nem olyan érdekes. És akkor itt kiírta nekünk a mediánt. Na most, hogyha ezt sorba rendezzük, szerintem írjuk már ki a sorba rendezett vektort. Csak hogy lássuk már. Jó. Ide dobunk még egy kiírást. Hát egy kis copypasta befigyel. Ez itt ki fogja nekünk írni megint csak a bekért hőmérsékletet. Ugye sorba rendezve. Hát tök jó, hogy mindig más értékeket írok be. Hoppá. Csak ne írjam el, mert... Oké, na lépjünk ki. És még jól is működik. Jó, hát ezt a részt ne ellenőrizzük, mert ez biztos jó. Na lássuk, hogy sorba rendezte. Hát igen, szépen növekvő sorrendbe. És itt kiírta nekünk a mediánt. Ugye az a középső érték, 30,5. Meglepően még jó is működik. Ja igen, persze, persze, mert a... Ugye miért is működik jól? Na csak kitalálom én is. Ugye a time.size az ebbe az esetben 5. Ha azt elosztjuk 2-vel, az 2,5. Viszont itt ugye, mivel hogy integert kell adnunk, ezért annyi fog történni, hogy ugye lecsapja a tizedes részt, tehát marad a 2. Jó? És ugye a temps kettes számú eleme, ami a harmadik eleme, az itt most éppen nekünk jó. Tehát éppen nekünk megfelel. Jó. De ez egyébként így nem helyes, tehát nem az igazi, de most megfelel, majd beszélünk róla később részletesen, hogy hogyan lehet ezt megoldani, meg könyvben van rá feladat. Oké. Na. Hát, ez a kis hőmérsékletes példa, ez így első körben ennyi lenne. Foglalkozunk most stringekkel, és nézzünk valami hasonló szavakra. Ugyanis az is egy érdekes dolog lesz. Úgyhogy akkor én nyitok is egy újat, megint csak jön a copy-paste, ugye, szokott módon. És akkor nézzük meg ugyanezt mondjuk szavakra. Jó. Na, akkor kezdjük is el. Ugye annyiban lesz más, hogy most ugye stringek vektorát fogjuk elkészíteni, tehát egy ilyen string vektort deklarálunk. Ugye első körben üresként, de ahogy a imént is láttuk, lehetne ezt inicializálni is szavakkal. És akkor hasonlóan az imént megint csak kezdjük el. Tényleg ugyanaz fog történni. Igaz, itt most egy picit máshogy fog kinézni a dolog. Ugye emlékeztek, mondtam azt, hogy ez akkor lesz hamis, tehát akkor fog a ciklus megállni, hogyha nem olyan típusú elemet fogunk, nem olyan dolgot írunk be a parancsorba, ami konvertálható ennek az objektumnak a típusára. Na igen ám, de itt ugye stringeket írunk be, tehát mindenképp stringet fogunk beírni ugye a terminálba. Hát erre majd megmutatom, ezt majd a Ctrl-D-vel fogjuk tudni megállítani. Majd megnézzük, beszélünk róla. Jó? Most egyelőre csak csinálgassuk, és akkor majd amikor
kipróbáljuk, akkor átbeszéljük ismét. Megint töltjük a vektorunkat, ugye a words ugyanúgy ez a pushback függvénnyel. Jó. Na, írjuk ki azt, hogy hány szót olvastunk be. Number of words. Oké, és ugye kell a words.size, és dobjunk egy ugyanolyan új sort. Jó. És persze mentsük el, mert ez egy aránylag fontos dolog lenne. Legyen simán a words. Oké, és futtassuk. Na és akkor ide jöhetnek a szavak. Hát, írjuk angolul. Jó. És akkor hogy állítom meg? A Ctrl D billentyű parancsal. Mindjárt kitérek arra, hogy miért. Jó. Na hát itt beolvastunk három szót, és itt kiírtuk, hogy a szavak száma 3. Tehát ebbe a words vektorba 3 darab elem van, az a 3 szó, amit ide beírtunk. Jó. Na, elvileg van nekünk egy más lehetőségünk is, de ezt kipróbálom, mert erre nem emlékszem pontosan, hogy hogy működik. Igen, jó, akkor működik. Oké, és na, tehát egy másik dolog, ami esetleg itt érdekes lehet, hogy ezzel a kacsacsőrrel, ahogy már néztük korábban, be tudunk irányítani szöveges fájlokat, vagy hát akármilyen fájlt egy-egy programba, és akkor ezt valamelyest úgy veszi, mintha a parancsorról írtunk volna be neki szavakat. Na most, én itt elegánsan megoldottam, mert tulajdonképpen a programnak beadtam a bemenetére a saját forráskódját. Jó, és akkor itt ez kiírta, hogy ez 28 szó, de nyilván itt a whitespace-ekkel elválasztott dolgot kell érteni, ne is ezt nézzük most, jó? Na, tehát amikor ezt, itt csak arra akarok kitérni, hogyha ezt így használjuk, és a parancsorba pötyögjük a szavakat, akkor Ctrl-D-vel tudjuk jelezni, hogy végeztünk, hogyha így fájlból irányítjuk be, akkor pedig tulajdonképpen a fájl végénél fog megállni. Jó, tehát amikor már nincs mit beolvasni. Ezt hívjuk egyébként ilyen end of file-nak, vagy end of input jelzésnek. Erről is fogunk részletesen beszélni pár hét múlva. Jó? Most legyen annyi elég, hogy ezt a ciklust a Ctrl-D-vel tudjuk megállítani. Jó? Tehát akkor fog hamis értéket kapni ez a kifejezés. Vektorban nyilván szavakat is tudunk majd sorba rendezni. És akkor hát rendezzük ezt is sorba. Úgy, ahogy tanultuk ezt, ahogy néztük ezt az imént is az integereknél, vagy double-öknél. Simán sorba rendezzük ezeket a szavakat. Nyilván ez azért már nem olyan egyszerű, meg nem feltétlenül triviális a dolog, de rendezzük sorba, és akkor írjuk ki. Így van. Írjuk ki ismét ezeket a szavakat. Hát... mármint, hogy most írjuk ki. Words, és simán csak írjuk így ki. Oké. Na, lássuk. Jó, hát most írjuk be kézzel. Oké. Jó. Na, és akkor látjuk, hogy 4 szót kértünk be, és így szépen sorba rendezte nekünk. Jó. Na, de hát azért ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. Próbáljuk meg most magyar szavakkal.
Így. Na, és akkor mi történik? Mit látunk? Valami nem oké. Valami nem oké. Ugye, nyilván valamilyen logika szerint rendezzük ugye ezeket a szavakat. Hát alapvetően az lenne, hogy ABC sorrendben, legalábbis ez lenne egy ilyen intuitív megközelítés, de azért látjuk, hogy itt nem ez történik. Ugye, nyilván az egyes karakterek, ugye ahogy reprezentáljuk őket, meg ahogy megjelennek, azok nem ABC sorrendben vannak, pontosabban nyilván nem úgy olyan értelemben ABC sorrendben, hogy mi gondolnánk. Nyilván az angol ABC sorrendben van. De ugye az A betű meg az A betű az nem így van. És akkor ilyenkor jön képbe a karakterkódolás. Igazából ez nem feltétlenül tartozna most ehhez a témához, de azért jó erről hallani. Ugye van nekünk egy ilyen dolgunk, hogy karakterkódolás, esetleg hallhattatok már róla, ez az ASCII karaktertábla volt ugye régen, amit használtak. Nyilván mostanában meg ugye az elmúlt 2-3 évtizedben már ugye a Unicode kódtábla az, ami használatos. Hiszen a karaktereket valahogy meg kell jelenítenünk, valahogy tárolnunk kell. És nyilván valahogy reprezentálnunk kell a memóriába. És tulajdonképpen az, hogy ezeket a karaktereket hogyan reprezentáljuk a memóriában, ezeket határozza meg a Unicode karaktertábla. Jó, tehát konkrétan az, hogy az A betű binárisan hogyan jelenik meg a memóriába, hogyan tároljuk. És nyilván, amikor ezt szortoljuk, ezeket a szavakat sorba rendezzük, akkor nem nagyon van más lehetőség, ilyen intuitív alapmegközelítés, mint hogy a Unicode kódtábla szerint rendezzük sorba, tehát a szerint rendezzük ABC sorrendbe. Most csak ezt így felvillantom nektek, hogy hogyan is néz ki. Keresek Google-on egy képet, mert hogy ugye az az elegáns. Jó. Na csak tényleg így fölvillantom, mert most azért nem ez a lényeg. Jó. De tényleg itt vannak szépen a karakterkódok, hogy is van. Látjuk, hogy itt az ABC szépen itt van. Picit még belenagyítok, bár lehet sokat nem segít. És itt megvan, hogy milyen karakterkódja van. Konkrétan, tehát milyen számmal reprezentáljuk ezt a memóriába. És hát látjuk, hogy az A után nem a A betű következik, jó, hanem az A betű az valahol, hát itt van, talán ez az. Jó, tehát ezért van az, hogy a magyar rékezetes A betű, amit mi használunk A betűt, az ABC után van. Jó, de ezt tényleg csak így fölvillantottam, mert nem olyan érdekes ez. Igazából tényleg csak arra van, hogy amikor így stringeket rendezünk sorba, akkor azért ezt tartsuk szem előtt, hogy ez nem a magyar ABC szerint fog sorba rendezni, hanem valami más szerint. Jó? Úgyhogy erre figyeljünk oda. Ennek kapcsán ennyit gondoltam. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.